Üdvözöllek sok szeretettel, immár a vlogom hetedik részénél, hetedik epizódjánál tartunk. A téma pedig ugyebár az, hogy hogyan hozok be 150 ezer forint extra jövedelmet egy hónap alatt, és ezt dokumentálom ilyen rövid videókkal, vagyis elmesélek egy történetet. Egyébként a 150 ezer forintból három jól meghatározható, kézzelfogható tárgyat fogok megvásárolni, vagyis ilyen célokra fogom fordítani. Hogyha az ember kitűz egy célt és elkezd annak érdekében cselekedni, akkor biztos, hogy jön valami kihívás. Ez 100%. Mindig van valami kihívás. És én azt tettem észre, hogy általában a célunk nagyságával arányosak ezek a kihívások. Most is így van, az én életemben is jönnek az extra helyzetek. Elromlott az autó, és elromlott a mosógép is. Ezek szinte egyszerre történtek, úgyhogy gyakorlatilag plusz forrásokat követelnek. Az lehet, hogy a mosógépet úgy, ahogy van, ki kell cserélni. Az autónak is előbb-utóbb egy csere lesz majd az autónál is, de lehet, hogy most még javítással megoldjuk, ezt nem tudom. A lényeg az, hogy az a 150 ezer forint, ami még nincs is, csak a fejemben, a kezemben még nincs, az gyakorlatilag már most előre ezekre a dolgokra el tudnám költeni. És ennek kapcsán egy érdekes gondolat jutott az eszembe, méghozzá arról, hogy a pénzeket hogyan kezeljük. Nálunk van egy családi kassa, és nyilván bankszámlán, pénztárcákban, egyéb helyeken vannak az összegek, és ezt teljesen külön kezeljük, és én külön fogom kezelni, ahogy már korábban is utaltam rá, azt, amit a céljaimra akarok fordítani. És semmiképpen nem jó, hogyha összekeverjük a dolgainkat, mert egy idő után egy nagy káosz lesz nem csak a pénztárcánkban, hanem a fejünkben is, és én úgy gondolom, hogy akkor könnyebben kicsúszik, kiszökik az ember kezéből a pénz, az összeg. Ha viszont mondjuk egy malacpersejbe, vagy ebben az esetben én mondjuk egy borítékba belerakom az összegeket, akkor azt nem fogom összekeverni másik dolgokkal. Nyilván az extra kiadások, amikre nem számítottunk, azokat a párommal valahogy valamilyen forrásból meg kell oldjuk. És amikor az élet ilyen helyzeteket teremt, akkor mindig meg tudjuk oldani érdekes módon. Az a helyzet, hogy a céljainknál ugyanígy lehet plusz bevételekre szert tenni, csak amikor nem vagyunk rákényszerítve annyira, akkor ezt néha nehezebben tesszük meg, nehezebben adjuk el úgymond a komfortzónánkat. Mindegy, én most természetesen nem mondtam le a céljaimról, viszont külön kell megteremtenem a forrásokat majd a mosógép szerelésre, cserélre, meg az autószerelésre, külön van a családi kassa, mert ugye a kiadásaink azok nem változnak, és külön helyen gyűjtöm azokat az összegeket, amelyeket a céljaimra fordítok. Három borítékra ráírom majd a célokat, azokba csak az az összeg kerül, amennyibe az az adott cél kerül, és amikor vége a projektnek, és kiveszem belőlük majd a pénzeket, megvásárolom, amit meg szeretnék, akkor pedig az egész megy majd természetesen a boríték a szelektív gyűjtőbe, és a tárgyak megjönnek ide hozzám. Úgyhogy nézzük is azokat a borítékokat, tartsatok velem! Itt vannak tehát a kis borítékok. A kedvencem egyébként a zöld színű. Különböző borítékra írtam a különböző tételeket. Ezen van, hogy DJI Cam 117 ezer forint. Nagyon szeretem a zöld színt. És a kislányom arany színű tollával írtam rá, hogy jól olvasható legyen. Talán nem látszott annyira a gyorsított felvételen, de miközben elszaradtam javítóért, mert az egyik összeget rosszul írtam, amikor visszaérkeztem, akkor gyakorlatilag összetört alattam a szék, úgyhogy szoktuk mondani, hogy szegény embert az ág is húzza. Ez is olyan, mintha egy óment kapnék arra vonatkozólag, hogy valamit ne csináljak, de én azért mégis azt gondolom, hogy ez a kihívás része, és én csak azért is megteszem, amit meg akarok tenni, csak azért is a következő kicsit több mint 3 hétben behozom ezt a plusz 150 ezer forintot, és megvalósítom belőle ezt a három célt, amit kitűztem. Úgyhogy a következő napokon is tartsatok velem. Még egyszer, tehát összefoglalva, a mai nap legfontosabb mondani valója az, hogy külön gyűjtöm azt az összeget, amit ezekre a célokra fordítom, teljesen elkülönítöm, különítem családi kasszától, minden egyéb pénztől, és mindenkinek ezt javaslom, hogy mint amikor gyerekkorunkban egy persejbe gyűjtöttünk valamilyen álmunkra, célunkra, ahhoz hasonlóan kell ezt felnőttként is csinálni. Tartsatok velem a vlogom következő részében is. Köszönöm a megosztásokat, szép napot mindenkinek!